A macskajáték első olvasópróbája a Móricz Zsigmond Színházban. Örkény egyik legismertebb és legtöbbet játszott remek művét a Jászai Mari díjas színész rendező Verebes István állítja színpadra. Ezt a darabot én 1970-ben kaptam készhez, mikor a 25. színházban voltam, és akkor ott ilyen úttörő hangulat volt, és a színészek olvasták a darabot, hogy mit játszunk. És akkor én ezt elolvastam, és azt mondtam, hogy ez egy fantasztikus dolog, mert ez egyrészt nem darab, másrészt pedig hát öregekről szól, mi meg ott fiatalok voltunk, a Jobbak, Gabi, Haumann. És akkor azt nem játszottuk el, de az elsők között voltak, voltam, aki olvasta ezt a darabot. És amikor megrendeztem már egyszer Győrben ezt nagy színpadon, akkor voltam olyan pimasz, hogy a feleségének, aki egy kiváló dramaturg, Radnóti Zsuzsa, azt mondta, ugye, hogy ez egy zseniális darab. És voltam olyan pimasz, hogy azt mondtam, hogy nem, ez egyáltalán nem zseniális ez a darab. Ez nem is darab. Az Örkény, az zseniális. Nem szeretem a szót, de a feladat. A feladat itt az, hogy ebből a vallomásból, ami egy monológ tulajdonképpen, egy történetet olyan vertikumokban elmesélni, hogy az megrendítse a nézőt, és hát egy kicsit kacagjon is magán. Az egyszerre szívszorító és mulatságos történetben két egymástól távol élő nővér sokféle dinamikájú küzdelmét látjuk az idő múlásával a méltósággal viselt öregedésért, az emberi kapcsolatok megtartásáért. Verebes István elmondása szerint a mű olvasata az idők folyamán benne is sokat változott. Ez a darab is egy nagy, úgy tűnik, mint egy nagy szerelemnek a története, de igazság szerint a számomra legalábbis az érzelmeknek a presztízséről van szó. Arról van szó ebben a darabban mélyen, hogy amikor valami nagyon fontos az életünkben, és a bizalmat elveszítjük, abba belehalunk. Azt nem hagyjuk veszni, azért harcolunk, abba beledöglik a lelkünk. És mindezt egy olyan korosztályba helyezi, ami már az enyém. Tehát ennek a tapasztalatait azért én már ismerem, hogy ilyenkor az ember nehezebben csalódik, nehezebben ereszti el, ami már megvolt, érzelmileg. Úgyhogy ez gyönyörűséges látás. A macskajátékban a Nyíregyházi Társulat közönség kedvencei remekelhetnek majd. Pregicer Fruzsina, Horváth Margit, Szabó Márta és Széles Zita mellett István István, Tari Patrícia és Tar Dániel játékát is élvezhetik a nézők. Az előadást március 8-án a Krúdi Kamara színpadán láthatja először a közönség.